A mai akut videóban egy nagyon durva turbo unboxing videót fog csinálni, ugyanis elhalogattam a dolgokat, nem tudtam előre filmezni, de mindenképpen nem szeretnék vasárnapig csúszni a mostani videóval. Most szombat délután van, és mindjárt lemegy a nap, gyerekek. Most értem vissza anyukámtól Magyarországról, és nem tudtam, hogy megyek, vagy hát nem terveztük, de hogy jaj, menjünk el, akkor menjünk el, és nem filmeztem előre. Úgyhogy most gyorsan lesz egy ilyen, csapok egy ilyen, mi van a postaládámban, nem igazán kigondolós, átgondolt tartalmat, de a hol videóknak ugye mindig örültök, és azért mostanság redukálom őket, nem fogok valószínűleg semmit megpróbálni, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy csinálok róla külön videót, és vannak dolgok, amikről fogok külön videót is csinálni, és jobban megmutogatni őket. De kezdeném a Notino-val, ahonnan rendeltem egy pár dolgot, ki is bontottam már, tehát hogy a CeraVe-s lemosómat rendeltem újra, hidratáló krémet, és ennyi, azokat kivettem, azokat nem is tudom most megmutatni, mert még benn vannak a táskában. De amit meg tudok mutatni, és mindenképpen kiszerettem volna próbálni, ezek az Avène termékek, méghozzá a Cleanance nevű kategória, róluk beszélünk. Mostanság nem igazán szeret a bőröm, elég csúnyán ki vagyok pattogva, főleg itt, nem tudom, hogy miért, valószínűleg lehet, hogy a kajától, lehet hormonális alapon. A homlokom nem csúnya érdekes módon, de hogy itt az állam. És úgy gondoltam, hogy miért ne tehetnék velük egy próbát? Az egyik az egy ilyen antipattanás koncentrátum, ami lehet, hogy kicsit szárítja a bőrt, ezért rendeltem is hozzá egy ilyen hidratáló krémet. Tehát, hogy ha a nevét is ki akarom mondani és megmutatni igazából, hogy miről is beszélek, nem tudom, hogy kell kimondani, íme. És azt írja, hogy nem tudom, ez így csehül van rajta. Itt meg franciául, köszönöm szépen. Ja, itt van angol. Tehát segít a pattanások és miteszerek eliminálásában. Új generációs termék, bla bla. A pórusokat kisebbíti. Nem tudom, ezzel nincs problémám, tehát annyira tág pórusaim nincsenek. Kíváncsi vagyok. Megpróbálom. Azt írták róla, hogy már talán egy hét után is látszik a különbség. Mindegy, lehet, hogy látszik, lehet, hogy nem. Talán kamerán keresztül nem látszik, de itt vannak pattanásaim most. És érzem is, hogy olyan textúrált a bőr. De hallottam, hogy kicsit azért nyilván szárítja a bőrt, ezért rendeltem is hozzá a másik terméket. Szintén ez a Cleanance kategória, de ez a Hydra termék, ami egy ilyen nyugtató krém, azt írja, hidratáló krém. Nem tudok róluk mit mondani, mindkettőt kipróbálom, aztán majd valószínű, hogy jelentkezem. Hogyha nem, és kussolok, akkor valószínű, hogy nem jött be. Aztán van itt két smink termék, nem tudom, hogy jók lesznek-e, meglátjuk. És ezt az alapozót már régóta ki akartam próbálni, főleg amikor úgy nagyon durván ki vagyok pattogva, most annyira nem. De úgy voltam vele, hogy újra kellene rendelnem, ezt mondtam is nektek a Visinek a Derma Blendjét, imádom, és valószínűleg, hogy újra fogom rendelni a téli színemben, de kicsivel a rendelés leadása előtt meggondoltam magam, és úgy gondoltam, mi lenne, ha kipróbálnék valami újdonságot, ami lehet, hogy a rossz opció volt, mindegy. Majd tanulok belőle, valószínűleg, vagy nem, eddig nem sikerült. Méghozzá meg akartam próbálni, ki akartam próbálni a jó öreg Clinique-nek az Anti-Blemish Solutions alapozóját, róla beszélünk. Nem tudom, hogy jó lesz az árnyalat. A 02-es Fresh Ivory árnyalatban rendeltem meg íme. Meglátjuk. Nem tudom, hogy kibontsam-e. Még van egy-két dolog, amit meg kell mutatnom, de most kibontom. Jó. Íme így néz ki, teljesen kis aranyos csomagolás, műanyag, ez mondjuk nem zavar, és olyan 23 eurót fizettem, érte? A körül. Ezekért meg ilyen 13-15 körül, tehát, hogy ilyen középkategóriás termékeknek mondanám, és még jött velem egy púder, amit meg már régóta kiszerettem volna próbálni. Ez egy ilyen loose powder, tehát, hogy nem pressed, tehát, hogy nem
Nem tudom ezeket magyarul, bocsánat. Tehát, hogy porpúder. Méghozzá a Rodial nevű smink márkától, amit már én így nézegettem magamnak, és én a kisméretet rendeltem meg belőle, mert általában én ezekkel a púdereket, tehát hogy ezek nálam soha nem fogynak el lényegében, főleg akkor nem, hogyha nem szeretem őket, és nem szerettem volna beruházni a teljes áru termékre, mert az azért jóval 40 euró fölött volt, ez pedig olyan 19, és hát meghúztam a ravaszt, és egyszerűen ki fogom próbálni. Ez a Rodial Glass Powder, és azt hallottam róla, hogy ilyen blur effektet ad, és általában nekem ezek az ilyen porpúderek annyira nem szoktak bejönni. Óvatosan. Áll, le van ragasztva, szuper. Íme. Ez egy teljesen ilyen semleges szín. Igazából meglátjuk, mindenképpen kipróbálom. Lehet, hogy csinálok ilyen holnap ilyen tesztelős videót egyszerűen. Aztán megjött a régen várt, tényleg a régen várt Mango Outlet-es rendelésem, amit jóval, hát nem tudom, szerintem 2 hete adhattam le körülbelül. És mondtam is nektek, hogy nekem igazából nincs jó véleményem a Mango Outlet-es szállítással. Nem magával az oldallal, bár általában valamit visszaküldök, akkor iszonyatosan sokáig kell várnom, hogy visszakapjam a pénzemet. Tehát, hogy ez azért így, erre emlékszem, hogy volt ilyen, mostanság nem igazán küldtem vissza. Meg mostanság nem is igazán rendeltem, szerintem tavasszal rendeltem utoljára valamit, nyár elején azt a kis nyári overallomat tőlük, és minden passzolt, nem küldtem vissza semmit, de emlékszem, hogy amikor visszaküldtem dolgot, akkor mindig nagyon sokáig tartott a pénzem visszautalása, tehát nem tudom, hogy mi van, teljesen mindegy. Nekem, amivel problémám szokott lenni, az egyedül a szállítás, mindössze, csak. Tehát, hogy mindig történik valami. Tehát, hogy vagy szét van csesződve a doboz, egyszer teljesen szét volt szakadva, és hiányoztak belőle apróságok, egyszer hiányzott belőle egy napszöveg, és egyszer hiányzott belőle azt hiszem egy karkötő, vagy valami, nem tudom, ilyen apróság, ami valószínű azáltal, hogy kiszakadt a doboz, kiesett, vagy kivették. Mindegy, nem tudom. Aztán a másik alkalommal, méghozzá akkor, amikor a nyári overallomat rendeltem, tehát az idén volt, esős idő volt, és a doboz szerintem kín lehetett az esőben, és teljesen, szinte málott, teljesen nedves volt az egész. Nyilván ezek a ruhák be vannak még csomagolva celofánba, tök jó, de ezáltal a doboz ugye kinyílt, össze-vissza ragasztották, de a napszöveg ugye nem volt benne, mint mondtam. Most megjött a doboz, és azt hittem, hogy úgy nagyon jól néz ki, de nem. Így néz ki, és így néz ki, így, és ez nyitva van lényegében. Így jött meg a doboz. Nyitva volt. És én nem bontottam ki, hanem így érkezett. Így. A párom vette át a csomagot, azt hiszem csütörtökön, olyan csütörtökön én elmentem dolgozni bőröndel, és egyből haza is mentünk anyuhoz este, és ugye most jöttünk vissza szombaton, és ő nem nyitotta ki. Tehát, hogy ez egyértelműen így érkezett, ő is mondta, hogy így érkezett, nem nézett bele, hogy minden benne van-e. Én most belenéztem, és 5 dolgot rendeltem, és mind az 5 benne van, hál' Istennek, de nincs benne apróság, tehát hogy tök jó, nem? Tehát, hogy félreértés ne essék, megértem, történhetnek dolgok, megeshet egyszer-kétszer, hogy ilyen van, de hogy minden egyes alkalommal, hát úgy vagyok vele, hogy azért már így jó, oké, köszönjük szépen. Tehát nem fogom felpróbálni, azt hiszem, hogy 4 darabot rendeltem, 5-öt ugye a táskát, azt meg tudom mutatni. Nem fogom őket felpróbálni, de biztos vagyok benne, hogy kerítek rá ilyen felpróbálós, újdonságok felpróbálása, megpróbálása videót fogok csinálni talán, mert mire ezt itt befejezem, tehát most ilyen naplemente van, majd látjátok, hogy egyre inkább sárgásodik a fejem, a hajam, mindenem, mert most megy le a nap. Itt van előtt a papír, és nincsenek rajta árak. Remek, király, nagyon jó minden, most nem tudom elmondani, mennyit fizettem. Nem emlékszem, megpróbálom kiírni a képernyőre, nem tudom garantálni, hogy vissza tudom őket keresni. De miért nincsenek rajta árak? Tehát az első dolog, az egy farmer, és ezzel úgy vagyok, hogy tehát valószínű, de 80%-ban nem lesz jó a nadrág, amit rendelek általában, tehát nekem azt meg kell próbálni, mégis ezzel úgy voltam, hogy mindenképpen meg szeretném rendelni. És rendeltem egy ilyen fekete farmert. Meghozzá már egy
nem panaszkodhatok. Nagyon jó ára van mindennek, igen. És én úgy szoktam a Mango Outleten filterezni, hogy méretet filterezek, mert nem szeretem azt, amikor valami nagyon jót meglátok, lenyitom azt a kis fülecskét, hogy méret, és akkor nincs belőle. Tehát, hogy én már csak azokat a dolgokat nézem meg, amik vannak a méretemben, ugyanígy teszek mondjuk egy H&M leárazásnál is. Úgyhogy íme a nadrág, ami... Ismét beleestem abba a hibába, de úgy voltam, hogy megrendelem 100% pamut, tehát hogy nulla elasztán van benne, valószínűleg nem leszek vele boldog. És nincs begombolva, tehát valószínűleg ezt már valaki visszaküldhette. Mindegy. És gombos. Jó, nem szeretem a gombosat. Hát ezt kicsit benéztem, nem szeretem a gombolós farmert. A gombolós farmerrel az a véleményem, vagy számomra a gombolós farmer iszonyatosan megnagyobbítja a hasamat. Főleg, ha fel vagyok puffadva. Ha gombolós, akkor még szarabbul nézek ki bele. Jó, ez nem lesz jó, ebbe biztos vagyok. De azért megmutatom, jó? Tehát, ez egy elasztikusnak nem nevezhető pamut farmer-farmer, straight szabással, tehát hogy egyenes szabású, valószínű, hogy túl hosszú, ez nem szokott érdekelni, mert akkor fogok egy ollót is levágom. És egy ilyen manapság divatos ilyen ferde gombolása van. Hát meglátjuk. Kicsit olyan nagynak tűnik. De mivel nem rugalmas, ezért valószínű, kell belőle a Mojo 36-os. De ez egy magas derekú, és lehet itt is látni a fenekén, hogy ez jó magas derekú azért. Nem tudom, megpróbálom. És próbálok árat írni majd. És az is lehet aztán, hogy az ár változik, tehát hogy olcsóbb lesz. Én egy ilyen két héttel ezelőtti árat tudok adni nektek. Tehát ez a Mango Denim 36-os méretben straight regular high waist. Mit tudom én? Most regular vagy high waist? Nem tudjuk. Mutatok nektek egy vonalkódot. Ma ez egy ilyen nem tudom videó lesz. Íme. Hát semmit nem fogtok látni. De így is megmutathatom, ez a címkéje. Regular per high waist. Nem tudom, most döntsék el. Nem sikerült még eldönteni, hogy melyik. Gondolom attól függ, hogy kin van a nadrág, nem? Jó, aztán a következő az egy pulóver. Igen, ezt tudom, mert ehhez kell lenni egy kendőnek is. Ez egy ilyen törtfehér pulcsi, viszkóz keverék, azt hiszem. Hát kimondottan figyeltem rá, hogy ne rendeljek annyira poliészteres dolgot. És nem egyszerű, mert rengeteg pulcsit beraktam a kosárba, és mielőtt becsekkoltam, vagy kicsekkoltam, vagy checkoutoltam a kasszánál, átnéztem a pulóvereket, és ki is vágtam mondjuk 5 darab pulóverből 4-et, mert mindegyik poliészteres volt, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, ezt inkább átgondolom. Nem, ez nem az a kendős. Ez ott van. Jó. Nem, ez egy másik pulóver. Á, ez a puffos ujjú. Igen, most már vágom. És itt érdekes, így le van így ragasztva a matrica, így mutatom, tehát, hogy mást igazán nem is láttok rajta. Ez egy ilyen magasabb nyakú, puffos ujjú kis keskeny pulóver, tehát, hogy minden ez, csak nem oversize, de hogy ezt szerintem jól lehet rétegezni és betűrni. És nyilván ezt sem fogom tudni megpróbálni, de nagyon tetszett maga ez a kis puffos ujja és a részletei. És nagyon kellemes anyaga van, tehát hogy ez biztos vagyok benne, hogy ez tényleg a viszkóz keverék. Kellemes anyagú mindenképpen. És ezeket szeretem, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni magát a textúráját, semennyire. De van egy ilyen állása, tehát hogy ez az ilyen sűrűn kötött anyag, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ilyen feszes pulóver. Ezek általában jól szokták tartani a formájukat, nekem ez a véleményem. És akkor van itt egy táska. Erre vártam. Igen. A szín egész jó. Ez egy bőrtáska, és ezért, erre emlékszem, 29 eurót fizettem ezért. És szerettem volna,
egy ilyen löttyett bőrtáskát. Nézzétek meg, íme. Tehát, hogy ez ilyen felcsapós, elmenni bevásárolni és belehányni különböző dolgokat. Szerintem a színe az nagyon szép. Nagyon szép színe van. Nagyon az alja. És ami tetszik benne nyilván az az, hogy ez tényleg ez a velúr. Mondjuk télen, ja, érdemes lenne leimpregnálnom a karbonpróval, ami most elfogyott. Azt meg újra kell rendelnem. Tehát, hogy imádom azt a sprét, azt az impregnáló sprét, mindenkinek tudom ajánlani, Carbon Pro a neve. Az összes Lui táskámnak a vesett a részeit, a kezeletlen bőr részeit azzal impregnáltam le, és tökéletes állapotban vannak tényleg a párom összes velúrcipőjét, az én összes velúrcipőmet leimpregnáltam tökéletesen, tehát mokaszinokat, nyári cipőket, mindent, és lepergetik tényleg a vizet, úgyhogy azt tudom ajánlani nektek. Nem tudom, lehet, hogy más impregnáló spray ugyanolyan jól teljesít, de én minden esetre biztonság kedvén a Carbon Pro-t fogom újra rendelni, mert nagyon elégedett vagyok vele. És ennek sem ártana egy réteg. Tehát ez egy óriási táska. De van egy ilyen kis petét benne. És nem is olyan kicsi. Egész jó. És van benne egy kis papír, ami az áll, hogy nyaklánc. Nem tudom, valaki ezt ide behányta, aki visszaküldte, mert nem tetszett neki. És össze lehet kötni. Látjátok, itt össze lehet kötni. Nagyon jó. Amúgy az illata nagyon jó. Ez tetszik benne. Szerintem így is lehet hordani, tehát, hogy be lehet ezt tűrni. És akkor lesz egy ilyen formája. Vagy ugye kitűröm, de tényleg ez egy annyira formátlan táska, hogy igazából teljesen mindegy. De nagyon kis, könnyű, szerintem nem zavar be. Főleg, hogyha nincs olyan sok cucc benne, akkor egészen még kényelmes is tud lenni a vállom, mert nincs rajta lánc, meg semmi történet. Úgyhogy ezt megtartom biztosan, tehát hogy ezt tudom, hogy megtartom. És akkor színben passzoló sálat rendeltem hozzá. Rájöttem, hogy el kell majd mennem bevásárolni, mert szombat délután van, és vasárnap ugye itt nincsenek nyitva a boltok, és nincs itthon semmi. Úgyhogy tényleg fel kell turboznom magam, főleg még ezt a videót ma meg kell nektek vágnom. Jó, de hol tartottam a sálnál? Igen, tehát most közben kibontottam a két dolgot, tehát a sálat és még egy pulcsit, hogy ne zörögjek. Ez egy gyapjú, viszkóz, poliészter keverék sál, aminek szintén le van ragasztva a matricája, nem értem. Íme. És itt írja rajta, hogy gyapjú. És nagyon kellemes. Azt kell, hogy mondjam, hogy azt hittem, hogy bök, de nem. Ugye? Nem, nem bök. Ez egy ilyen középbarna gyapjúsál, vagy gyapjú keverék sál. Nagyon tetszett, mert nem az az óriási, tehát, hogy ugye az alja az ilyen kis rojtos, de be lehet tűrni, és szépen rám simul. Nem szeretem az óriási sálakat, ahol így kipudjan, olyan begyed lesz. És ennek örültem, hogy ezt megtaláltam. Azt hiszem, valami 12-13 euró lehetett, tehát, hogy egész jó ára volt. És azt akartam még megnézni, hogy milyen az összetétele, de úgy emlékszem, hogy viszkóz, gyapjú, poliészter. 30% gyapjú, 17% viszkóz, 17% akril és 6% poliamid. Jó, hát ebben van minden, de lényegében kellemes. Szerintem tök jól megy a táskával, tehát hogy ugyanaz a szín, tényleg. Először csak azt hittem, hogy a kamerán néz ki ugyanolyannak, de nem élőben is. Úgyhogy ez így egészen jó. Gondoljatok bele most az az End of the Story-zós kabátommal, milyen jól néz neki. Igen. Úgyhogy ennek örülök. Tehát a sál és a táska az mindenképpen megmarad. És íme az utolsó pulóver, ami szintén ugyanaz, vagy nagyon hasonló az összetétele, mint ennek a budgyos ujjúnak. Ami kicsit, megmondom őszintén, hogy olyan kicsinek tűnik. Lehet, hogy ez nagyon rám fog feszülni. Meglátjuk, hogy nem-e túl kicsi. Majd valamikor meglátjuk, igen, most nem. Volt egy pulóver, ami nagyon tetszett, mert volt hozzá ugyanabból az anyagból sál. És vagy ilyen kis kendő. Úgyhogy meg is rendeltem. Ez egy szintén, tehát ez a szín,
Szerintem ugyanaz a kettő. Fehéres, de inkább tört fehér, de nem a nagyon sárgás. Tehát, hogy ennek még megvan a lehetőség annak, hogy ez még úgy nekem jól áll. Tehát íme a pulcsi. Egy teljesen egyszerű. Ez is amúgy egy XS-es méret, de ez inkább a bővebb szabású, és nem bánom, mert pont így szerettem volna. És itt van hozzá ez a kis kendő, amit nem tudom, hogy mennyire láttok. Íme. És ezt így körbe lehet itt tekerni, vagy hát nyilván szét lehet választani, és lehet belőle akár egy ilyen érdekes kis garbót csinálni, úgyhogy ennek örülök, és szerintem ez jó lesz, de nyilván meg kell próbálnom. Tehát ugyanaz az anyag, mint a pulóver. Megmutatom a címkét, ne haragudjatok, de nagyon stresszes. Ez most itt nincs leragasztva, látjátok, talán így jobban. Az anyaga pedig 50% viszkóz, 30 poliészter, 20 poliamid. Tehát, hogy fele viszkóz, egészen kellemes, nagyon hasonló a másikhoz. Igen. Tehát, hogy a viszkóz pulcsikról annyit, hogy nem kell úgy nagyon elvárni tőlük, hogy nagyon melegek. Tehát, hogy soha nem lesznek annyira melegek, mint egy kasmír és gyapjú, de szerintem jól lehet őket rétegezni, és nálam az már egy fél siker, hogy nem kell velük szarakodnom a mosáskor. Tehát, hogy egyértelműen szeretem ezeket a viszkóz dolgokat, vagy viszkóz keverék dolgokat. És van itt még egy csomag. És ebben a csomagban, ami úgy nem tűnik olyan nagynak igazából, ebben egy vintides dolog rejlik. És az egyik vintides dolog a kozos kabátom megjött, és nagyon meg vagyok vele elégedve, tényleg. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy mintha új lenne, írtam is az eladónak, hogy köszönöm szépen. Tényleg tök jó. Fogok egy ilyen vintides videót csinálni, ahol megmutatom a szerzeményeimet, mert egy pár dolgot rendeltem, és még várok egy-két dologra, nem ilyen nagyobb dolgokat, akár mondjuk rendeltem, mit tudom én, egy ilyen zarás dolgot is, tehát hogy blézert, méghozzá flittereset, mindegy, hagyjuk. Ez így sokkal jobb érzés volt számomra, hogy idén a flitteres fétisemet nem úgymond a boltokban éltem ki újdonságok között, hanem inkább így vintiden keresztül kerestem valamit, ami mondjuk 70-80 euró helyett csak úgy 18 euróba került, és jól néz ki a képen. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen. Ebben a dobozban, nem tudom, hogy hogyan, de ebben elvileg egy Moncler kabátnak kell lennie, és most kiderül, hogy tényleg az van-e benne. És kiderül, hogy milyen szaga van, vagy van-e szaga. Nagyon, nagyon aggódom, izgulok, nem is tudom, hogy mit mondjak. Mert ő volt az a hölgy, aki, mert én úgy vagyok vele, hogy megnézem nyilván az értékeléseket Vintiden, és írt két ember is hozzá, hogy nem küldte el, amit vettek tőle. Nekem te tök kedves volt, mindenre válaszolt, felpróbálta a kabátot nekem, tehát hogy nem volt kép a kabátról magáról, az ő profilján, hogy hogy néz ki felvéve, de megkérdeztem tőle, hogy mi lenne, ha megpróbálná, vagy hogy belemenne, és nagyon gyorsan válaszolt. Úgyhogy én nagyon meg vagyok vele elégedve, kedves volt, de láttam az értékelései között, hogy nem mindenki van vele megelégedve. És én megfogadtam annól, amikor rámentem erre a Vintidre, hogy nem fogok olyanoktól rendelni, de valahogy nagyon tetszett ez a kabát, és egy nagyon jó árat sikerült kialkudoznom. Vagyis hát nem is az, hogy nem én alkudoztam, hanem még ő mondta, hogyha szeretnék, hogyha tényleg szeretném, akkor csinál egy speciális árat nekem. És így 50 euróért szerváltam egy Moncler kabátot, ami egy sötét barna kabát, és itt bele van itt tömve. Ettől nagyon féltem, hogy frissen mosott illata van. Jó, oké, attól féltem, hogy ilyen dohányos kutyaszőr illata lesz a kabátnak. Féltem a koszkabátnál is, hogy lesz-e szaga például, de ott meg a hölgy szerintem, vagy a fiatal lányról beszélünk, szerintem meg
a tipikus, divatos Maison Francis rúzsbakarát használta, és ahogy kinyitotta magát a csomagot, megcsapott az illata ennek a bakara rúzsnak, hogy mondják, de olyan kellemesen, tehát, hogy tényleg, akiken ezt a bakara rúzs tapasztaltam, az eredeti verziót, például Gigin is tapasztaltam, vagy ő is hordja, azokon nagyon kellemes. És magamon próbáltam a kolléganőmtől ezt a parfümöt, én magamon nem tudom elviselni. Az orás verzióját se, azt el is ajándékoztam, de másokon megfelelő mértékben tetszik, és ahogy kinyitottam azt a csomagot, megcsapott ez a parfüm illat, úgyhogy megnyugodtam most ennél is, hogy annyira nem gáz. És íme, itt a kabát. Ez egy olyan színű kabát, mint a kanapé, kicsit sötétebb. Nagyon remélem, hogy jó lesz. Van hozzá öv. És azt mondta a hölgy, le is fotózta, hogy az öven van karcolás, de mivel fekete a szerelék, ezért úgy voltam vele, hogy leszarom, nem érdekel, mert vannak Moncler kabátok, ahol ezüst színű a szerelék, a logó meg ugye piros, zölde vagy kékke van ugye ráfeste, és azokon a kopás nagyon durván látszik. De mivel fekete a szerelék, de azért megmutatom, hogy mi a hibája. Ott látjátok ezt a két csíkot? Remélem meg tudom valahogy, látjátok? Ott, ez le van kopva. Meg itt egy kicsit. De ezt így előről annyira nem látni. De ezt is lefotózta, tehát hogy teljesen korrekt volt, úgy gondolom. És ez egy egyes méret, nem ismerem ki magam. Igazából abból indultam ki, hogy ő felpróbálta, és hogy rajta jól nézett ki, és úgy gondoltam, hogy ez az egyes méret, ez szerintem 36-os, mert azt hiszem, hogy a nullás a 34-es, de mindenképpen olyat akartam, ami alá tudok alávenni valamit. Tehát itt van a sötét, barna, rövidke Moncler kabát, és most nézem, tehát hogy meg kell néznem, mert itt tartottam ezektől az alján, hogy nem lesz szép. De ez gyönyörű. Gyerekek, ez olyan, mintha új lenne. Alapozó nincs rajta esetleg? Nem, tehát hogy szerintem vagy ez kitisztította, kimosta, de semmi nincs rajta. Na majd én összekenem ilyen. Hát nagyon jó, király, remélem, hogy jó lesz. És ez az első Moncler kabátom, én mindig is szerettem volna egy Moncler kabátot, de soha nem akartam rá kiadni a pénzt, még Pándorfban sem, és most megy le a nap, most vagyok igazán sárga, azt hiszem. Még a szemem fehérje is besárgul. Jó, hát nagyon örülök neki, cipzár. Jó, a cipzár is, remek. Ugye itt van benne, azért használta, az látszik, vagy látszik ezen a kis képregényen, ami tipikusan benne van, hogy azért volt használva. Azt akarom megnézni, hát ha megtalálom a címkéjén, hogy hol gyártották, mert Monclert Magyarországon is varnak. Tudom, hogy van Magyarországon is gyár, aki var a Monclernek. Láthatjátok a logót is, általában tehát, hogy vannak azok a Moncler kabátok, ami ilyen kurva nagy logó van, és ugye azt nem szerettem volna, viszont amit nem szerettem volna, fekete kabátot nem akartam, mert azon van, és nagyon örültem ennek a sötét barnának, mert szerintem ez nagyon szép, és mi ez barna kiegészítőkkel is tök jó, vagy a Louis táskáimmal is tök jó, mégis feketével is jó. Hát remélem, hogy jó lesz. Amúgy a kabát legnagyobb hibája, amit szintén tudtam, az az, hogy az egyik cipzárján nincs rajta a kis húzófa. Ami kurvára idegesítő lehet. Mert ugye itt rajta van ez a kis fekete izé dolog, itt fityeg rajta. A másikon pedig nincsen. De nyilván ezért került annyiba, amennyibe került. De hogy most megpróbáltam, a cipzár jó. Tehát, hogy különben rárakhatok egy fekete karikát is, hogyha annyira zavar. És mivel maga ugye a szerelék az fekete, vagy hát fekete ez? Igen, fekete. Tehát, hogy annyira nem látszik, hogy mondjuk, hogyha ezüst vagy arany lenne, és ugye az egyiken nem fityeg, akkor jobban észrevehető, úgy gondolom. De a kabát nyilván nem 100%-os, de úgy voltam vele, hogy megpróbálom.
mert a színe nagyon tetszett. Tehát nyilván az egyetlen, a legnagyobb hibája az ugye a zsebe, hogy itt nincsen rajta maga ez a húzóka. Mármint, hogy húzóka így van rajta, de hogy ez a kis fityegő nincs rajta. Annyira kíváncsi vagyok, hogy én most ezt felpróbálom. Jó, nagyon örülök. Jelentem, és annyira szép alakot csinál, nagyon jó. Király. Úgyhogy örülök neki. És főleg annak tényleg, annak annyira örülök, hogy nem büdös. Úgyhogy igen, új téli kabát, és iszonyatosan meleg. Meg akartam mutatni, hogy ez így hogy néz ki. Látjátok, hogy itt van fityegő, itt meg nincsen. Ezzel tudok élni, azt hiszem, hogy ebbe így belemegyek teljesen. Az öv, az tökéletesen funkcionál, és alapjáraton nagyon meg vagyok vele elégedve. Hál' Isten, azt hiszem, hogy 50 eurót tényleg megért ez a kabát, mert iszonyatosan meleg. Jó, de el is köszönök. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!